Áldott új esztendőt, és szép napot kívánok a Pax TV minden kedves nézőjének. Tegnap elkezdtünk egy sorozatot az újról, Jézus példabeszéde alapján a tékozló fiúról. Most is olvassunk ebből a történetből pár verset, a Lukács Evangélium a 15. részéből, a 11. 12. verseket, majd a 17. verstől. Azután így folytatta, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, Ad ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. A 17. verstől ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt halok éhen. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint a béreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Ma foglalkozunk egy kicsit azzal, mi van akkor, ha az új, nem a mi akaratunk szerint, hanem mások döntése miatt következik az életünkben. Hogyan tudunk ehhez viszonyulni? Az apa, a példázatbeli apa, nagyon jó példája ennek. Úgy látjuk, hogy amikor bejelenti a fia az igényét, hogy adja ki a vagyonát, majd aztán el is megy otthonról, akkor ez az apa nem kezdett egy érzelmi zsarolásba. Nem hánytorgatta fel a fiának, hogy mennyi mindent tett, hogy mennyi mindent adott, hogy mennyi mindent áldozott, hogy egyébként is most elviszi az örökséget, nem zsarolta. Nem mondta azt, hogy mennyire fog fájni neki, hogyha elmegy a fia, nem mondta azt, hogy mennyire fog hiányozni. Egy szóval nem kezdett érzelmi zsarolásba. Aztán azt is látjuk, hogy nem gördített akadályt. Elkezdhetett volna manipulálni, visszakérhette -e volna a vagyont. Sok mindent megtehetett volna, hogy készteltesse vagy megakadályozza a fia elmenetelét, de mégis úgy látjuk, nem gördített akadályt. Aztán azt látjuk, hogy elfogadta. Egészen biztos, hogy nem volt könnyű neki, de mégis elfogadta a fia döntését, pedig tudta, hogy talán az út rossz lesz. Belenyugodott abban, hogy eddig nevelhette, eddig adhatott tanácsot, most pedig el kell engednie, el kell fogadni a döntést. Még mást is tett. Hiszem, hogy Istenre bízta a fiát, Istenre bízta azt az utat, amit majd be fog járni a fia, és Istenre bízta önmagát is, az atyai érzéseit, az atyai fájdalmait. És mindenképpen visszavárta a fiút. Ezt abból látjuk, hogy amikor megérkezett a fiú, még messze volt, de látta, meglátta az apja, és elé futott. Sok igen magyarázó azt mondja, azért tehette ezt, mert minden nap, attól kezdve, hogy elment otthonról a fia, minden nap, kapuban várta, kémlelte a távolt, hogy vajon megérkezik-e, vajon jön-e a fia. És aztán, ami nagyon fontos még ebben a történetben, azt látjuk, hogy az apa nem hagyta sérülten magát. Nagyon sokan, ha egy érzelmi sérülés szenvednek mások döntései miatt, belekerülnek egy olyan életszakaszba, amit megmérgez az önsajnálat, a sérülés, a sebek, és talán akkor sem, amikor már a másik ö, igyekszik a helyzetet javítani, rendezni, akkor sem képes ebből a sebből kijönni, akkor sem képes meggyógyulni. Tanulhatunk ebből a történetből. Ha úgy jön az életünkben, akár most éppen valakinek olyan az élet szakasza, hogy mások szerettei döntése miatt nehéz helyzetben van, tanuljunk ennek az apának a példájából. Visszatérve a mai történetre, a mai példázatra, arra a férfire, aki úgy gondolta, hogy újat kezd, hogy kitejesedhessen az élete, ott hagyja a feleségét és a családját. Ennek a férfinek a felesége mély fájdalmakat élt át, mégis nem csinált jelenetet, nem hátráltatta, nem magyarázkodott, fájó szívvel, de elengedte a férjét. A történet holnap folytatódik. Szeretettel várom Önöket, legyen egy áldott, szép napjuk. Viszontlátásra!